Kávé és sütemény mellett előadásokkal tarkítva tartotta meg első szabad egyetemét az Urbact program keretében a kerület. Az esemény jó alkalmat nyújtott arra, hogy a lakosok megismerkedjenek azokkal a nemzetközi példákkal, melyek egyes fontos, megoldandó helyi problémákra is választ jelenthetnek. Ez az előadásban is benne volt, hogy ilyen EU-s kimutatások szerint azoknál a terveknél, ahol ezt figyelembe vették, itt most épület átalakítások, köztér átalakításokra gondolok, olyan 25%-ban csökkentek a bűnesetek. Tehát, hogy ez így számszerűsítve van. Egyébként ez a 60-as évektől kezdve egyre jobban elterjedő gondolkodás a tervezésben. Az itt elhangzó ötletek megvalósítása elsősorban nem pénzkérdés, hangsúlyozta a Budapesti Műszaki Egyetem urbanisztika tanszékének vezetője. Az előadásában kifejtett mikrobeavatkozások hatása nagy léptékű lehet, ugyanis számos építészeti átalakítás a bűnmegelőzést segíti, és a lakosok biztonságérzetét növeli. Csomó Tamás szerint a Havannán a társadalmi megújulás az egyik legfontosabb szempont. Előbb jól meg kell gondolni, hogy mit teszünk, és utána közösen kell elindulni, akár építeni, akár rendbehozni, akár bontani, akár bármit. Tehát azt gondolom, hogy ha minden egyes felújításnak, minden egyes építészeti aktusnak a legnagyobb problémája az, hogy azt most hogy fogadják az emberek. És hogyha az itt lakókkal együtt próbáljuk kialakítani a jövőbeni terveinket, azt gondolom, hogy sokkal több eredményt, sokkal nagyobb eredményt és sokkal nagyobb elégedettséget érhetünk el. A Szabad Egyetem másik nem titkolt célja volt, hogy a lakótelepen élők között induljon el egy önkéntes közösségszerveződési folyamat azokhoz a helyi témákhoz kapcsolódóan, melyekben jó volna fejlődni, javítani a meglévő állapoton. Ennek a hasznosságát abból látom ennek a programnak, hogy ennek a telepnek lesz jövője. Tehát ez a telep elindul egy olyan úgynevezett magdeburgi úton, amit itt most a professzor asszony is mondott, ugye, hogy hát hogy ezeket a dzsumbujokat majd mi szépen ki kell, hogy takarítsuk, és helyükbe pedig kiépíteni azokat a szép tereket, teszik tudni, amiket hát ugye meg lehet oldani. A megvalósításra helyi döntéshozók akaratán múlik, ami, mint ez az esemény is mutatja, megvan a fejlesztésre, hangzott el a Havannai Szabad Egyetemen.